Üdvözlök mindenkit itt a fehérvári beszélgetésekben. Mindig nagyon nagy öröm újdonságokról, főleg új zenekarokról, együttesekről beszámolni, akár tévés, akár pedig rádiós műsorvezetőként. A mai fehérvári beszélgetésekben szerencsére így tudok tenni. Vendégem a stúdióban a Footprints zenekar együttes. Köszöntelek benneteket, Bérces Viktor és Márkus Luca. Sziasztok! Sziasztok! Nagy-nagy öröm veletek beszélgetni. Ugye Viktorral mi már nem titok, nagyon régóta ismerjük egymást, Lucával pedig ugye most kötöttünk ismerettséget, de nagyon jót beszélgettünk már adás előtt. Ugye Viktort nem nagyon kell bemutatni a fehérvári nézőközönségnek, fehérvári embereknek, tényleg gyermekkorától a közéletnek aktív részese itt a városban, Vörösmarty Sziász, Légy jó, mint halálig, rengeteg együttesben zenéltél már, rengeteg formációd volt, rádiók is nyomták a dalaidat nagyon-nagyon sokszor, és ugye azt is tudják róla sokan, hogy rengeteg ismert zenésznek, vagy a billentyűs, a Charlie-val, Tóth Verával lépsz fel rengetegszer. Úgyhogy nagyon-nagyon szép karriered van, és van ugye csak egy említés szinten jogi karriered is. Amit... Hát köszönöm ezt a szép felvezetőt, meg se érdemlem, de valóban. Túlzottan szerény vagy. Lucáról, mi az a legfontosabb dolgok, amiket mindenképpen érdemes tudni, és el kell mondani a Fehérvár TV nézőinek? Én akkor a zenei pályámmal kezdeném. Én először hegedűt tanultam kiskoromban, így 5 évesen eldöntöttem, hogy én hegedűművésznő leszek. Viszont utána ugye elmentem a Kodály Zoltán Magyar Kórus iskolába, és ott ugye volt magánének óránk is. Igen. És ott hát kiderült, hogy jó hangom van, és elmentem az opera éneklés felé először. Nem sokan nézik ki belőlem, egyébként de... Megmondtam, és nem volt egyébként extravagáns külső, illetve tényleg mondjuk a mostani műfaj azért viszonylag távol áll tőle. Igen, viszont hozzám annál közelebb. Na. Ugye utána elmentem a Bartók konzervatóriumba, 15 évesen felvettek, és hát egy 2 év után eltanácsolt a tanárnőm, mert nem voltam egy túl jó gyerek. Tehát viszonylag értem az álláspontját. Igen. De se gondoltuk volna. De nem gondoltuk volna. Félig meddig igen, igazat adok neki, mondjuk azt. Illetve hát hálával tartozom neki tulajdonképpen, mert utána elmentem a Berki Tamáshoz egy meghallgatásra, aki a Fábián Júlihoz irányított, és tőle tanulhattam 2 évig, és onnantól kezdve beleszerettem a jazzbe, illetve előtte már hallgattam James Brown-t, Ella Fitzgeraldot, Aretha Franklin-t, tehát már elkezdtem azért ebbe az irányba mozgolódni már az opera szakon is. Akkor mondjuk mondhatjuk azt, hogy a jazz, illetve az a pop-funk, ez a te stílusod igazából. Tehát ebben megtaláltad magad teljes mértékben. Abszolút, ugye a pop-funkot nem hiába említettem, ugye a legújabb formáció kapcsán, hiszen ugye úgy határoztátok meg a műfajtot pop-funk, illetve van benne jazz is, én hallottam már, átküldtétek a Who is My Destiny című videóklippet, arról is fogunk majd beszélni természetesen, ne menjünk ennyire előre. Az érdekel engem meg a nézőket is, hogy hogy alakult meg a zenekar, hogy alakult meg az együttes, hogy ez egy véletlenszerű együttzenélésben, akkor csináljunk valamit, vagy tényleg úgymond mesterségesen alakítottátok meg a zenekart, hogy csináljunk egy ilyen típusú együttes, mert most nincs nagyon a palettán. Hát most azért érdekes, amit kérdezem, mert ez a projekt, ez teljesen spontán jött létre. Uh-huh. Tehát itt semmi nem volt eltervezve, teljesen adhok jelleggel véletlenszerűen kezdtünk el a Lucával dalokat írni. Mi nem is tudtuk egymásról, hogy van bennünk ilyen dalszerzői véna. Ja, ismertétek ki már egymás régebb óta? Hát ismertük egymást, mert játszottunk ilyen jazz formációkban, ugye régebben így Balaton környékén, de az, hogy nekünk van úgymond ilyen szerzői vénánk, azt mi nem tudtuk. Sokáig nem tudtuk. Aztán átküldtem régebbi zenémet. Aztán megtudtam. És de akkor... neked azért volt, hiszen rengeteg dal fűződik azért hát volt, de hát nyilván a Luca más körökben mozgott, tehát ő ezeket annyira nem ismerte. És aztán ez valahogy kialakult. Hát, szóval mi egyébként már nagyon régen ismerjük egymást. Uh-huh. Most már idestova 10 éve ezzel a zenekarra, csak mi más néven működtünk eddig. És ugye mi alapvetően jazz zenét játszottunk, feldolgozásokat játszottunk. Uh-huh. És eszünkbe nem jutott, hogy mi nekiálljunk itt lemezt írogatni, meg dalokat írogatni, és akkor most ugye bejött ez a szerencsétlen pandémiás időszak, ugye amikor úgy ültem otthon, hogy így a... Hogy mit kezdjek magammal? Forgattam az ujjaimat, néztem a plafon, meg a falat, és mondtam, hogy ez így nem mehet tovább, és akkor elkezdtem dalocskákat írogatni. Mm-hmm. És megírogattam ezeket a dalokat, átküldtem a Márkus művésznőnek, Márkus kolléganőmnek, és akkor azt mondta, hogy te, hát ez marha jó. És 2 napon belül írt egy olyan szöveget, hogy nem tudtam hozzá szólni. Ugye te vagy a zeneszerző billentyűs, te énekes és szövegíróként funkcionálsz. Én meg a szövegíró, és ez így patent módra működött.
És gyakorlatilag két hónap alatt megírtuk a lemezt. Az nagy dolog, két hónap alatt megírni egy lemezt azért. Az, és ráadás ugye pop, funk, illetve egy jazzes elemeket is mondjuk véltem bele felfedezni, az képest populáris. Tehát azért nagyon-nagyon fontos. Általában, hogy van egy kis jazz, az már nem feltétlen populáris, ahogy én mondjuk rádiós műsorvezetőként, és mondjuk zenéhez nem profi szinten értőként, mint én megélem, de hát azt általában az embereknek rétege hallgatja, de én, hogy hallgattam, szerintem ez simán rádióba is befér, amikor a Who's My Destiny. Hát igazság szerint mi próbáltuk az átmenetet megtalálni. Szóval én nem akartam túlságosan populáris se csinálni, mert abból már sok van. Igen. Ez ilyen négyakordos, igen. ötlettelen zenékből. Meg nem akartam jazzt sem nagyon csinálni, mert az meg nagyon réteg zene. Tehát valahogy a kettő között próbáltam, hogy kicsit mainstream is legyen, de azért egy kicsit igényes is legyen. És remélem, hogy nem ez zárja sikerül, ki a kettő egymást szerintem. Nem, de azért vannak nagy slágerek, amikben szintén például a Chaka Khan-nak is van egy csomó, amiben ugye funk, jazz is benne van, és a mai napig is megállják a helyüket a rádióban. Egyébként nem fényezvén vagy nyelven piros szőnyegét elegetvén előled, viszont veszély az, hogyha valaki mondjuk nagyon profi képzett egy bizonyos szakmában, akkor neki nagyon-nagyon nehéz külső szemmel látni azt, amit csinál, hogy az emberek azt mennyire, mert olyan mélyen szemlélem, és annyira benne van a mélysége, mint akkor egy kutató nyilatkozik valamilyen tévéműsorban, hogy rengetegszer nem is lehet érteni, hogy mit mond az ember, mert annyira mélyen szakmázik. Ugye nálatok is azért hát nagyon képzettek vagytok, tényleg elmondható a zenében. Azért ez a veszély fennállt, de hát nagyon jól, ahogy tényleg mutatja mondjuk a klip is leküzdött. Hát most ehhez még annyit tudok, nem akarok végén beszélni egyébként. Csak azt akarom mondani, hogy én amikor megírtam ezt a lemezt, akkor nem zenész. Ezeket kérdeztem meg arra, hogy mi erről a véleményük, hanem a szüleimet. Tényleg? Igen. Én is ugyanezt csináltam egyébként. Meg a szomszédasszonyt, meg a alsó szomszédot, meg az utca emberét kérdeztem meg. A leghitelesebb egyébként. Mert nekem az ő véleményük számít. Nekem legalábbis. Igen, mert nekik zenéltek, tehát nekik zenéltek. Nem a szakmának, hanem tényleg a szónemes értelmében közembernek, átlagembernek zenéltek, hiszen nélkülök nincs értelme, a garázskapunak meg úgy nagyon semmi értelme. Így van, hát úgy általánosságban a sok zenésznek ez nagy hibája, hogy egymásnak zenélnek. Igen. Vagy maguknak. Ugye? Igen. Ez egy nagyobb probléma. Igen. Tehát én is igazából a közönségnek szeretném átadni azokat a gondolatokat is, meg zeneileg is. Uh-huh. Tehát, hogy én azt szeretném, hogy jól érezzék magukat. Igen. Ami másik így szakmailag érdekelne engem, hogy születtek meg a zenék és a szövegek? Tehát úgy kell ezt elképzelni, hogy hajnal kettőkor basztus eszembe jutott ott a HB-s cerk az ágyam mellett, vagy leülsz és rágod a HB-s cerket, és addig fel nem állsz, amíg kész nincs egy dal. Nem, hát nálam ugye ez úgy működött, hogy a Viktor átküldött mondjuk egy számot, arra jött egy inspiráció, akkor leírtam neki a kerettörténetet, hogy mi jutott erről eszembe. Igen. Szerencsére mindig azt mondta, hogy hát ez nagyon jó. Én nem vétóztam meg egy dalszöveget sem. Igen. Szakmából kifolyólag meg tudnád nagyon jól. Hát legyen. Pedig kritikus a Viktor. Nem akartam, mert, és most nem akarom fényezni itt a Lucát, de tehát ő olyan szövegeket ír, hogy van mélysége. Uh-huh. Tehát van mondani való, hogy nem minden dal a szerelemről szól, meg a megcsalásról, meg az elhagytál, elmentél. Igen. Hát konkrétan egyik se. Ezek közül egyik se. Akkor ennél az életed, ezt lehet tudni. Igen. 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 Tehát azért a dalok nagy része, ez például róla szól, igen. Nem? Jól mondom? Igen, a nagy része, tehát van olyan dal, például a Who's My Destiny, az a zenéhez való visszatérésemről szól gyakorlatilag. Mm. Igen, egyébként azt mondják, vagy én azt hallottam sokaktól, hogy a legjobb dalt és a legjobb zenét akkor írták, amikor valami brutális lelki válságban voltak. Igaz, hogy érfelvágos lett lehet, de a legmélyebbek akkor születtek, amikor elhagyott az asszony, elhagytam a pénzemet. Igen. Ebben van igazság egyébként, mert attól lesz hiteles a dal, hogy megtörtént veled az, amiről írsz. De egyébként ez nem csak a dalszövegekre igaz, hanem a zenére is. Tehát én például akkor írok jó zenét, hogyha valami történik velem. Uh-huh. De csak így, hogy én most egy jó zenét fogok írni, azt én nem tudom. Tehát valaminek történnie kell ahhoz, hogy az a dal az megszülessen. Kellnek az inspirációk, így a külső behatások, meg minden ilyesmi. De nálunk ez működik. Angol nyelv használata az tudatos egyébként? Tehát hogy átküldtétek, én ezt észrevettem egyből, hogy angolul írtátok igen. ezeket. Hát ugye én ugye a jazz szak miatt eleve ugye az összes standard az angol nyelven van, ugye amerikai angol, és hát ez közelebb áll hozzám igazából. Tervezek egyébként majd magyar szöveget is írni, igaz, nem sokat, nem sokat. Én jobban is szeretek angolul énekelni, bár egyébként van egy-két magyar szám, amit nagyon szeretek játszani és énekelni.
De mondom, nekem az angol az valahogy így közelebb áll hozzám, illetve az az igazság, hogy könnyebb is angolul szöveget írni. Tehát azért itt volt egy olyan szempont ebbe a dologba, hogy azért mi szeretnénk külföldön is zenélni. Ezt akartam esküszöm megkérdezni, kreatív műsorvezető idézőjelben megkérdezi ilyenkor, hogy azért van angolul, mert talán külföld felé is kocsingatok? Igen, pontosan ezért. Igen. Tehát igazából nyilván hozzám is a magyar szövegek állnak a legközelebb. Igen. Mert nyilván én is magyar zenéken nőttem fel, meg minden, de hát én szeretnék kijutni külföldre. És olyan jó lenne. És ez tényleg tök jó. Szóval... Egyébként ez a, ugye sok emberben ott van, sajnos divat egy-két helyen, ez a merjünk kicsik lenni. Mm. Ez nem tudom, hogy igaz, megtörtént, vagy nem igaz, városi legenda, de Színház és Filmművészeti Egyetemen a frissen felvételt nyertektől megkérdezte, talán Gobbi Hilda nevét hallottam, hogy ő kérdezte meg, hogy hát ki az, aki önök közül világhírű akar lenni, és akkor két ember mondjuk föltette a kezét, és akkor mondta, ők maradjanak, a többinek nincs helye a pályán. És ez így van rendjén, hogy nagy dolgokat, célokat, legyen az bármennyire utopisztikus, vagy nézzenek tök hülyének az emberek, csak úgy megy, bármilyen szakma. Igen, szerintem. Én egyébként abszolút ilyen vagyok, ugye erről már sokat beszélgettünk is a Viktorral. Én abszolút optimista vagyok. Így is kell? Én abszolút optimista vagyok, igazából én úgy vagyok vele, hogy maximum csalódok. Tehát, de ez a motor, tehát ugye bennem ez a motorja mindennek, ez mozgat, én nem szoktam hátranézni inkább előre. A szövegeimben egyébként igen, egy kicsit visszatérve erre a témára, hogy én ugye a múltbéli történéseket is nagyon jól vissza tudom idézni magamban, és átérezni újra. Tehát nem felejtesz. Nem, ez veszélyes. Nem felejt, igen, azt akarom mondani, hogy mi a veszélyes. De egyébként nem, most itt szó nincsen arról, hogy mi törekednék most egy világhíret, ez annyira hiedumák ezek egyébként, hanem egyszerűen arról van szó, hogy szeretnénk utazni, szeretnénk külföldön is fellépni, ilyesmi is. Erre ez a zene tökéletes. És szerintem egyébként ez az anyag, most nem hazabeszélek tényleg, szerintem megüti azt a szintet, hogy ez a világ bármelyik színpadán megállja ét. Ezzel a hangszereléssel, meg ezzel a szövegvilággal. Nagyon profilet átküldtétek, én meg is hallgattam egyből, és tényleg ritkán van az, hát ugye 21 éve rádiózom, és tehát hallgattam már jó pár zenét azért napi szinten pár órában. Tehát viszonylag, van olyan, de viszonylag ritkán, hogy meghallgatom, és aztán csöndben maradok. Tehát, hogy nem tudsz rá reagálni. Ugye, mint egy jó film után, hogy akkor tudod, hogy jó, hogy szíj az előadás után, hogyha a közönség ül, nem is tapsol, és utána egy-két perc múlva kezd én standing ovationbe a közönség. Ez így volt a dalotoknál is. Akkor beszéljünk most erről a Who's My Destiny-ről. A klipje is szerintem nagyon-nagyon jó, ilyen image videó klip lett. Balatonfüreden forgattátok, ugye majd meg lehet nézni a videó megosztó, meg itt a Fehérvár TV-ben is, Füreden forgattátok. Beszéljünk erről a forgatásról kicsikét, hogy telt a forgatás, milyen volt, milyen bakik voltak, mert mindig történik egy-két ilyen érdekes színes sztorikról. Igen, tulajdonképpen azért Balatonfüreden lett ez a klip elkészítve, mert hát mi ott onnan ismerjük egymást. Tehát jó, az egész zenekarnak az epicentruma tulajdonképpen. Jó kis bornapok talán? Bornapok. Igen, többek között. És tehát először mi nem zenéltünk, tehát mi szórakoztunk együtt. Ez a furcsa az egészben, hogy mi például, és akkor elmondanám egyébként a zenekari tagokat is gyorsan. Igen, mindenképpen. Ugye Szakál Norbert gitározik a zenekarban, Csomós Ferenc dobol, és a Nyakas Krisztián basszusgitározik, ők egyébként tényleg országosan ismert session zenészek, nagyon régi motorosok ebbe a szakmába, és velük én először ilyen haveri kapcsolatban voltam. És akkor így kérdeztük egymást, hogy figyelj, te ahogy zenész vagy, nem? Igen. De én is. És akkor miért nem csinálunk valamit? És akkor ez így fokozatosan kialakult, és aztán jött a Luca, és így állt össze a dolog. Na de most visszatérve a klipre. Igen. Tehát ez azért ott lett leforgatva, mert ettől lett ez hiteles szerintem, hogy mi ott jöttünk létre. Tehát ez egy balatoni dizájnú csapat. Onnan indulunk. És szerintem egy első klipnek mindig olyan közegben kell elkészülnie, amiben létrejött maga a produkció. Igen. Egyébként ugye sokan hisznek ezekben az energiákban. Néha működik, néha nem. Én azt vettem észre egyébként még saját életemben, de azért is jó ez, mert tényleg annyira átjön, és ide mondjuk akkor is nem akarok ezóba elmenni, távol álljék tőlem. Tehát annyira összpontosulhatak akkor ott az energiák, mikor összejöttetek, hogy ez a videóklipre is, én azt gondolom, hogy valamilyen szinte rá is nyomta a hatást. De ez látszik rajta, nem? Hát de tényleg látszik rajta. Hogy ebbe lehet, hogy van itt most valami igazság ebben a dolog. Forgatás volt, flottul ment minden, jól ment minden. Egyébként igen, tehát minden menetrend szerint, ahogy ugye Viktor leírta, mert Viktor mindig ír pontos forgatókönyvet, de ez nagyon jó dolog. Egyébként kell ilyen. Igen. Ez nagyon jó dolog, és minden úgy is ment. Igazság szerint
Én nem emlékszem nagyon bakikra ott a forgatás alatt. De mikor vettétek fel? Mert láttam, még eléggé be vagytok öltözve. Hát ez mikor? Januárban volt? Akkor januárban, igen. Vettük föl, de egyébként, ha már Luca említette ezt a forgatókönyv sztorit, azért az lehet, hogy spontán alakult ki a zenekar, de egyébként baromi tudatosan csinálunk mindent. Persze. Tehát onnantól kezdve, hogy az emberbe belekerül, előre mindent meg kell koreografálni, mert káosz lesz. Tehát most például összeraktuk a koncertműsort. Most már ugye lesznek koncertjeink, már azt is megbeszéltük, hogy ki mit, meg hogyan fog felkonferálni. Igen. Tehát fontos. Előre van próbál, szükség van rá. Fontos. Tehát... egy nagyobb támasz, tehát egy fontos, hogy legyen egy támasz, egy mankó, hogy biztonságban, mert valaki nincs biztonságban a színpadon, nem érzi magát, az átjön, az tefett módon átjön. Igen. És én nagyon sok olyan előadóval zenéltem már egyébként, akik annyira profinak hiszik magukat, most nem fogok nevet mondani. Igen. Nem fogok. Hogy azt hiszik, hogy ők zsigerből, majd ott spontán, intrózati módon megoldják a dolgot, a közösséget, ezt nem lehet megoldani. Nem lehet, készülni kell. Van az a helyzet, igen. Tehát persze azért megtartjuk, hogy mondjam, én szeretek spontán lenni nagyon, de jó, hogyha vannak bizonyos keretek. Tehát azt sem szeretem, amikor nagyon művi az egész. Uh-huh. Tehát hogy hallatszik, hogy betanult szöveg, az szerintem katasztrófa. Persze. De persze, hát lesz ennek is egy kerete. És muszáj is ezt csinálni, mert most lesz nekem koncertünk. Na igen, ez egy nagyon fontos dolog, hogy most már lehet koncertezni, vagy nem, jelenleg lehet koncertezni, inkább helyesbítenék, nem kiabálnám el a dolgot, mert ugye ki tudja, hogy mi lesz a jövőben. Ez igen. Legyen így, maradjon így nyilván ez a helyzet. Nyilván ez az időszak nektek is több szempontból ígységes volt, és nehezen éltétek át, most, hogy vannak koncertek. Szerencsére most már azért ugye sokkal pozitívabb a jövőkép, és mondtátok, igen, hogy nem is kevés, hanem rengeteg felkérésetek van. Igen, hát most például 27-én leszünk a Veszprémi Bakony 200. Valamilyen rendezvényen leszünk, ott a történelmi belvárosban lesz egy színpad, és ez lesz tulajdonképpen ez lesz a premier koncertünk, tehát mindegy. Ja, igen, gyakorlatilag ez lesz a nyitó koncert. Igen, Veszprémben leszünk az Óváros téren, igen, 17 órától. Aztán jövő héten pénteken például Felsőrsön fogunk játszani, egy Ott a Mondhatok Fesztivál nevezet. Balatoni. Egy balatoni fesztiválon. Pocze Zene Fesztiválon. Aztán ugye megyünk Veszprémbe, ott is szokott lenni egy ilyen nagyobb jazz fesztivál, de nem mondom ennek sem. De ez így szóval, korrekt, igen, igen. Szóval igazából majdnem az összes fontosabb rendezvénye már most ott van. De ez nagyon jó egyébként, tehát új zenekarként, ugye most 2021-ben alakultatok, rögtön a nagy, fontos stílusotokhoz illő fesztiválra meghívnak, az egy nagyon nagy dolog egyébként. Tehát azért nem mindenki éri el ezt egyből, vagy kapásból, mert hát mennyien küzdenek érte. Hát ugye? Nagyon nehéz koncerteket, igen, kötni, megszervezni. Pláne azért, mert mondom, mi egy friss zenekar vagyunk. Tehát hát azért igen, előttünk vannak 10-15 éves múltra rendelkező csapatok, akiknek már gyakorlatilag belépő jegyük van ezekre a fesztiválokra, és most például csomó helyre már így odaadtuk a CD anyagot, és azt mondták, hogy tárkarokkal, gyerekek, gyertek, jó lesz. Igen, mondjuk azt el kell mondanom, hogy azért van egy nagyon szorgos háttérmunkásunk is, a basszusgitárosunk Nyakas Krisztián felesége, igen, Fatime, és ő nagyon sokat segít nekünk ezekben a megfogalmazásokban, plusz ő amerikai-magyar tolmács, tehát nagyon sokat segít nekünk. Igen, meg annak örülünk, hogy nekünk, szóval ez kicsit most már kezdett ilyen családias lenni. Ez igen. Igen. Szóval mindenkinek szerintem a család az, tagja nem kezd, az, nem az egy picit beleteszi magát. Tehát nekem is a feleségem, a Karolina, vagy neki is az élettársa. Persze, szóval, hogy mindenki egy picit ott van mögötte, és amivel tud, azzal segít. És ettől működik ez a dolog, ettől lesz ilyen hát nem azt mondom, hogy beltenyészet, mert ez nagyon csúnya kifejezés. Igen, van egy pejoratív értelme, hanem az más. Hanem mindenkinek van pári, maradjunk, és nincsen pár, csak nem maradjunk ennyiben. Tehát hogy családi légkör van. Igen. Tehát ez tényleg, fontos, hogy mi együtt bokrácsozunk, most például nálam voltunk Balaton a nyaralóban, és bulisztunk, a zenéről szó se esett. Tehát, hogy mi ezt is meg tudjuk csinálni, és egyébként ezért működik ez a dolog. És én most jöttem rá, bocsánat, nem akarok szabad meg, hogy egy zenekar, az hosszú távon, és látod, az a durva, hogy én erre 37 éves fejjel jöttem rá. Micsoda életkor. 37 éves fejjel, hogy a barátság az alapja a hosszú távú zenekarozásnak. Biztos vagyok benne. Biztos. Most jöttem nagyon rá. Törékeny is, vigyázni kell, mert törékeny is nagyon a barátság, főleg a mostani világban, de azt gondolom, hogy nyilván ti vagytok a zenében is olyan rutinosak, meg annyira. Meg szerintem a barátsághoz kell műveltség is. Tehát ez sokan hülyének szoktak nézni, igen, hogy fenntarts hosszabb időn barátságot, kell hozzá egy alap igazságra törekvés, illetve tényleg egy műveltség is. Szerintem műveltség,
A másiknak az elviselése, igen, az nagyon nehéz. Egy jelentett kordiál, igen. Főleg engem nehéz szerintem. De hogyha az ember egy idő után, szóval ez kell egyfajta intelligencia, igen, szerintem. Igen, mert hogyha konfliktus is alakul ki, valamiben nem értünk egyet, azt tök normálisan meg tudjuk beszélni. Igen. Mert az se normális, hogyha mindig elsúvasztjuk, ugye, a sufniba a nem problémákat. Én annak a híve vagyok, hogy mindig el kell mondani, hogy mi a baj. Egyébként, igen, ők rögtön nem mindegyik nő meg egyébként. Nem tudom, nekem az hát a tapasztalatom, nem, hogy... Olyan, nem volt dolgom. Jó, párkapcsolatban más, igen, akkor a nők kitör a nőkből a sárkány egy idő után. Dehogyis. Majd kivágjuk. Dehogyis, nincs ilyen. De amúgy ez, igen, nem annyira jellemző, úgy általában az emberekre, uh-huh, de szerintem mi most nem általános az, hogy veszekszünk a zenekarban, vagy vitázunk. Vannak viták, vannak de kell. Persze, az minden, igen, de meg tudjátok beszélni, mert tudjátok persze rendelni. És utána olyan jó, nem? Le tudjátok simítani. Utána mindenki, igen. És egyébként most annyira fellelkesültünk ezen az első lemezen, igen, hogy írjuk már következőt. Ezt akartam, hogy folytatásban, igen, ugye most megvan a videóklip, terveztek-e még az elsőről klippet? Persze, igen, lesz, már a dal is megvan, ez Trust Me, arra fogjuk forgatni a klippet. Luca már írja a forgatókönyvet. Igen, igen, és akkor forgatási helyszínek, tehát már az nagyjából alakulnak a fejetekben, hogy hol lesz, hol alakul. Hát most nem igazán helyszínhez kötött lesz, mert annyit elárulhatok a klipről, hogy egy ilyen 2D animációs klipet szeretnénk, egy kicsit elvontabb, de azért fogyasztható, igen, klip lesz. Tehát fontos, hogy legyen fogyasztható. Igen, nem, igen, igen. De többet nem árulok el, okay, róla. És az új lemez, arra megkészülnek az anyagok? Hát már gyakorlatilag kész. Az nem semmi. Azért tehát most lett kész az első, jön a második. Hat dal már kész, még hármat szeretnék megírni, és akkor átadom Lucának a stafétát, igen, pedig megírja a szöveget. Na most egyébként ez úgy néz ki, hogy ő megint megbombázott engem mindenféle YouTube linkekkel, meg ilyen, igen, videós linkekkel, hogy valami ilyesmit kéne csinálni, mert egyébként az első lemezben is így volt, hogy mondott ilyen irányzatokat. Igen. Mert hát ezt már több műsorban sem elmondtam, hogy nekem az életben nem jutott volna eszembe ilyen dolgokat írni. Tehát nekem ez nem a stílusom. Uh-huh. Én rock and roll zenész vagyok, igen, meg az is maradok, amíg élek. Uh-huh. De olyan dalokat írt, olyan dalokat küldött, amik azért megérintették a kis lelkemet, és akkor elkezdtem ilyeneket írogatni. És most a második lemezen ugyanez lesz a koncepció, de most egy picit egységesebb lesz annyival, hogy egy kicsit funkisabb lesz talán. Uh-huh. Igen. Ha minden igaz. Tehát kicsi slágeresebb lesz. Slágeresebb vonalat. Ez is az lett. Ez is egyébként, az persze. De ez műfajilag picit homogénebb lesz. Itt inkább a funk műfaj felé megyünk. Én, hát az egyik kedvenc zenekarom igazából, hát mondhatni egy kiskorom óta, az a Parliament Funkadelic, illetve James Brown. És abba az irányba, persze nem majmolva, de abba az irányba megyünk. Igen, igen, igen. Igen, meg azért ez a zeneírás, hogy még annyit elmondanék, hogy ugye nagyon sok olyan zenekar van, akik nem hasonlítani akarnak egy másik zenekarhoz, hanem egy az egyben nyúlják le a dalokat. Az egészet. Na most ezt mi nem akarjuk. Persze. Tehát mi csak a stílust lőjük be, és aztán azon belül már a saját szánk íze szerint. Külföldet említettük, emlegettük, hogy nagyon szeretnétek nyitni, hogy érkezett már esetleg megkeresés, vagy próbálkoztok most jelenleg? Nem. Most egyelőre az történik, hogy a lemezt azt elküldjük külföldi kiadóknak. Magyarországon mi ezt szerzőibe akarjuk megjelentetni, mert ennek látjuk értelmét. Máshogy nincs értelme Magyarországon megjelentetni valóban. Igazából, de külföldi kiadóknak el fogjuk küldeni, aztán, hogyha valahol kiadják, akkor nagy örömmel nyugtázzuk, és aztán megyünk külföldre zenélni. Dubai turné. Akár, de tényleg viccen kívül, a Japánban például, Dubai ez egyébként jó hely. Aha. Japánban egy csomó magyar énekesnőnek, meg magyar zenekarnak megy a lemeze. Olyan szinten, hogy napi szinten játsszák Japánban. De tényleg? Én csak a Neotorról tudtam. Ugyan ezt az énekesnőt ki az, akinek ott... Énekesnő, Szőke Nikolettának is, tudomásom szerint, na, a Szakcsi Rakatos Robinak is, tehát az inkább a jazzes vonal ráadásul. Igen. Igen. És nagyon, egyébként mind a kettő nagyon igényes zene. Úgyhogy egyébként ezt jó hallani, hogy a világban érdekli az embereket egyébként tényleg az igényes és jól, igen, összerakott. Igen. Amikor jönnek japán turisták, mondjuk Tihanyba vagytok, jönnek japán turisták, és akkor nem mondjuk a tihanyi apátságot, benneteket fényképeznek. Jaj, de jó. Az a jó. Itt vannak, de jó lesz. Igen, igen. Na, és egyébként az érdekes még ebben, hogy az csak az ilyen induló zenekaroknak mondom tanácsként, hogy egy külföld felé távol keletre kell orientálódni, mert ott nagyon fogékonyak ezek iránt. Most van egy kiadós barátom itt Pesten,
van neki egy magánkiadó, és ő mondta, hogy akárhány angol nyelvű anyagot küldenek távol-keletre, mind befogadják. Nem semmi. Mert ugye Nyugat-Európában az kb. Olyan, mint hogyha homokot szórnánk a sivatagot. Terített, tehát nagyon, de ott nagyon vevők ezekre, úgyhogy lehet, hogy mi is majd a felé. Na, hát én ezt kívánom nektek, tényleg távol-keletet, Nyugat-Európát, az egész világot. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. És önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk, tartsanak velünk legközelebb is itt a fehérvári beszélgetésekben.